Bozon és Ós Marian rendőrrel ezredessel beszélgettünk, aki a Bácskiskun megyei rendőr főkapitányság bűnmegelőzési osztályának főelőadója, remélem, hogy jól fogalmazok. Most is előadunk majd néhány témát. Nem véletlenül ülünk itt, Marian, hiszen nagyon sok esemény rendezvény közeleg, és bár az önfelett szórakozásra szerintem már sokan éheznek, azért ezzel együtt bizonyos veszélyekkel is jár. Szia, üdvözöllek! Mi az, ami a nyárban a legnagyobb veszélyt rejti magában, hogyha rendezvényekről beszélünk? Ha kifejezetten rendezvényekről beszélünk, én először nem is a veszélyekről szeretnék beszélni, hanem arról szeretnék beszélni, hogy a kollégáimmal a tegnapi nap folyamán Kiskunfélegyházán találkozhattak a polgárok, azon kívül Kiskunhalason a mai nap folyamán, és szombati napon pedig Baján fognak találkozni. Ez a program úgy nevezik, hogy Police Café, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsadó Irodának a programja, amely tulajdonképpen arról szól, hogy a kollégák vagyonvédelmi tanácsokkal látják el a polgárokat, méghozzá olyan tekintetbe, hogy itt van a nyári szezon, és a nyári szezon alkalmával többen elmennek otthonról, és felügyelet nélkül marad a lakás, ilyenkor milyen teendők vannak. Minden alkalommal érdekes kérdéseket tesznek fel a kollégák, és az az érdekes kérdés már nagyon ismerősnek fog hangzani, ez az unokázós csalás. Mindig kíváncsiak a kollégák arra, hogy hallottak-e a polgárok erről a fajta bűncselekményről, és amennyiben nincs ismeret, akkor tájékoztatják róla, mert igen súlyos bűncselekményről beszélünk, és nagyon komoly nyomozások árán sikerül egy-egy elkövetőt utolérni. Bocsánat, egy picit itt ragadjunk le, mert azért számomra hihetetlen ez a dolog, hogy egy vadidegen ember fölhív egy másik embert, azt mondja, hogy ő az unokája, és ezzel tényleg sikeresen csalnak ki pénzt. Szóval így egy hétköznapi ember számára szerintem ez olyan tényleg elképzelhetetlen kategóriának tűnik, hogy ennek bedőlnek emberek. Hál' Istennek egyébként mostanában mi azt halljuk, hogy ismerik, tudják ezeket a dolgokat, sőt, megerősítik azt, hogy mit hallottak a médiából, hogy valóban ilyen esetben le kell rázni az illetőt, vagy meg kell győződni, hogy valóságos-e az a hívás, és kevesebben dőlnek be. De még mindig vannak, akikhez a prevenció nem jut el. Hát én elmondanám, hogy a megye valamennyi kollégája tényleg azért dolgozik, hiszen lételemük is egyrészt a prevenció, hogy mindenkihez eljusson a tájékoztatás, és mindenki tudjon olyan dolgokat, hogy hogyan lehet biztonságba, mit kell elkövetni annak érdekében, hogy nyugodt nyarunk legyen. Na hát akkor térjünk vissza egy kicsit a nyugodt nyár mellett ahhoz is, hogyha mi elmegyünk egy rendezvényre, most már tudjuk, hogy kipakolhatják a házat otthon, de vannak veszélyei azért az ott létnek is, mik ezek? Nyilván egy nagyobb tömegben azért előfordulhatnak olyan jogsértések, ami kifejezetten a vagyon ellen irányuló jogsértések. Az én területem nem igazából a vagyonvédelem, inkább az ifjúságvédelem. Én a nagyobb tömegben mindig a fiatalokra exponálok, és arra próbálok koncentrálni, hogy a tájékoztatást úgy adjam meg a lakosság részére, hogy mit kell tenni olyan esetben, hogyha egy ilyen nagyobb volumenű rendezvényre elvisz magát egy kisebb gyereket, aki nem tud esetleg beszélni, de jár és el tud szaladni a tömegbe, akkor hogyan lehet őt megtalálni, vagy milyen védelmi dolgokat lehet kitalálni annak érdekében, egy karszalagot a karszalagra ráírni, telefonszámot, vagy megtanítatni a gyerekkel azt, hogy meg kell keresni neki egy olyan embert, akibe úgy látja egy idősebb korút, akiben megbízik, és akkor ő segítségére lesz. Vagy egy közeli üzletbe be kell szaladni ebben az esetben, és ott kell segítséget kérni. Sok minden létezik, egy hangos bemondó, például instruáljuk azt is, hogy ahol olyan rendezvény van, hogy hangosítás van, akkor szaladjon oda, és akkor a hangosításnál segíteni fognak, és a mikrofonba be tudja mondani a kis nevét, és oda fognak szaladni érte. Létezik még az a veszély, hogy a gyerekeket mondjuk idegenek megpróbálják elvinni, elrabolni, ezek mennyire jelentkező esetek, vagy volt-e ilyenre példa mondjuk az elmúlt időszakban? Hát én nem találkoztam speciál ilyen esettel. Azt tény, hogy az iskolákban tanítjuk ezeket a biztonsági elemeket a bűnmegelőzés tekintetében, és mind az általános iskolában, mind pedig a középiskolában is szó esik erről. Középiskolában például a középiskolás szinten már egy külföldi utazás, külföldi munkavállalás kapcsán, hogy melyek azok a veszélyek, amire oda kell figyelni. És hát az óvodásokkal is szoktunk ettől függetlenül foglalkozni, van az Ovizsaru program, amelyben bizony az idegen
idegenek témakör előkerül, és ott az idegenekkel való kapcsolattartásra hívjuk fel a figyelmet. Hogyan és miként fogadható el egy idegen közeledése, vagy az idegentől hogy fogadhat el valaki bármit, amit megkínál, és akkor leginkább arra tanítjuk őket, hogy semmit ne fogadjon el idegentől. Hát végezetül azért van egy kérdés, amit szerintem nem fogsz tudni megválaszolni, aztán ne legyen igazam, de ugye itt a nyár az az a nyár, hogy most itt lehet látni körülöttünk is rengeteg távarozó gyerek viháncol, szaladgál, ők ugye kontroll alatt vannak. De nagyon sok szülő nem így gondolkodik, hanem inkább a kulcsot a nyakakba akasztja, és azt mondja a gyereknek, hogy na akkor úgy, hány éves kortól szabad elengedni szerinted egy gyermeket otthonról egyedül? Véleményem szerint ez mindenkor a családnak egy belső dolga, hogy hány éves kortól engedi, de leginkább a gyermeknek az érettségi szintjétől fog függni, hogy mire képes, mennyire képes magát megvédeni, és mennyire képes biztonságba tartani magát, mennyire képes felismerni a veszélyeket, a veszélyekre milyen választ képes adni, és azok a válaszok, azok a döntések, azok tudnia kell, hogy majd következményekkel járnak, és tulajdonképpen hogyan úszhat meg egy olyan helyzetet, ami nagyon veszélyes lehet számára, hogy ne kerüljön bele az ilyen veszélyes helyzetekbe. Ilyen például, ami egyébként nekem a legdöbbenetesebb, amikor gyerekek elmennek ilyen, hát itt most ilyen romok vannak, de tulajdonképpen tényleg ilyen romos területekre, és ott kezdenek el játszani, bujócskázni, mert az nagyon izgalmas, és ha ott rájuk esik valami, akkor az akár az életükbe is kerülhet, és erre kifejezetten vigyázni kell, hogy ilyen elhagyatott területekre nem menjenek a gyerekek. A másik nem csak az elhagyatott terület, hanem az este fogalma, illetve a sötétedésnek az időszaka, hogy az is különböző veszélyforrást hordoz magába, és megtanítani arra, hogy amikor a család megbeszéli azt az órát, akkorra otthon legyen a gyermek. Egyébként én bizton állíthatom, hogy jelenleg, ami elindult az iskolákba, és vannak ezek az Erzsébet táborok, ezek nagyon jó kezdeményezések, nagyon sokat tanulhatnak a gyerekek, mi rendőrként is megyünk, mind a vidéki kollégák, mind pedig mi is Erzsébet táborokba, és ott tartunk prevenciós előadásokat, közlekedés biztonság, baleset megelőzés, bűnmegelőzés témakörében. És ekkor is megpróbálunk a gyerekeknek olyan információt adni, amit esetleg a szülő nem tudhat, vagy még esetleg nem mondott el a gyereknek, akkor itt szóba kerülhet, és szerintem ez nagyon hasznos lehet.